Ritka faliképek kerültek felszínre Vámosatya református templomában. A középkori épületben mintegy 152 négyzetméternyi falfelületen végeztek kutatásokat, a feltárt festmények restaurálását pedig a közelmúltban fejezték be. A templom az 1200-as évek végétől az 1300-as évek elejéig épült. Kifestési korszakai azonban négy időszakra tehetők, ez nehezítette a feltárást. A legkorábbi az teljesen a templom építésével, felszentelésével egyidős. Később az 1300-as években ezt a teljes templom belsőt kifestették. Ezek a középkori falképek, ezekből egy körülbelül 2-3 négyzetméteres felületet találhattunk meg még, és lett restaurálva. A következő korszak már az 1600-as évekre tehető, a diadali feletti feliratból egyértelműen tudjuk, hogy 1646-ban a csarodai templomot is kifestő festő csapat, művészek jöttek át ide és festették ugyanazokkal a reformációkori növényindás mintákkal. A fejlesztés nem csak a templom esztétikai és művészettörténeti értékét emeli. A beruházás része annak a Szatmár-Berek térségét érintő fejlesztés sorozatnak, amelyben a tiszántúli református egyházkerület is jelentős szerepet vállalt. Örülünk neki, hogy olyan partnerségre találtunk a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei fejlesztési ügynökséggel, ahol az egyházi szempontokat is figyelembe sikerült venni, és egy olyan felújítás sorozat indult el a beregi szatmári térségben a topos pályázat segítségével, amit mi önerőből nem tudtunk volna megoldani, hiszen itt olyan jelentős középkori templomokról van szó, amelyeknek a restaurálása is sok-sok millió forint, nem is beszélve esetleg a másfajta helyreállításról. A térség egyedülálló épített örökséggel rendelkezik, amelyik a turisztikai kínálat bázisát jelentik. 2016-ban kiemelt kulturális úti célra nyilvánították például a középkori templomok útját, illetve a Felső-Tisza vidéket. Világörökségi várományos listán szerepel több faharangláb, európai kulturális úttá minősítettek itt több örökséghelyszínt, illetve több olyan Európa Nosztradíjas templom található a régióban, ami mutatja, hogy a műemlékvédelemnek nagyon komoly eredményei vannak ezen a területen. Kevesen tudják, hogy a több mint 700 éves Vámosatyán egykor vár is épült. Az önkormányzat célja az volt, hogy ezzel az örökséggel is bővüljön a település és a térség idegenforgalmi kínálata. A falu lakossága tudta, hogy hát itt valamikor a szüleink, elődeink, nagyszüleink, hogy itt valamikor egy vár volt, most pedig nem várom, már vált, és ez a váromnak megtörtént a régészeti feltárása, dr. Juan Cabellónak a többszöri próbálkozása és munkájának az eredmények között. A régészeti feltárás pedig len követte egy építészeti helyreállítási munkáknak az elvégzése. Már a látogathatóvá van téve egy 850 méter út vezet a mezőgazdasági földterületen keresztül a várnak a megközelítéséhez. A térség országgyűlési képviselője Tilki Attila azt mondta, a helyi közösségre az összefogása jellemző. Konzorciumi megállapodással tényleg rengeteg partner résztvevője volt. A turisztikai célú beruházás, tehát elsősorban a turisztikai látnivalókat célozza meg, és ezen belül a Szatmár-Beregi térségben elsősorban az örökség turizmusra koncentráltunk, hiszen ez a térség olyan református templomokkal rendelkezik, amivel nem rendelkezik más vidék. A vármegyei közgyűlés alelnöke kiemelte, ezek az értékek nem csak a múltat, hanem a jelent és a jövőt is őrzik. Ha Szatmár-Beregről beszélünk, akkor azt hiszem, azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy itt egy olyan örökség turisztikai bázis van, amelyre mindenképpen kell és szükséges is építeni, hiszen csak a középkori templomokra gondolunk, amelyek itt ebben a térségben a legnagyobb számban maradtak fent, az mind-mind egy akkora érték, amelynek a turisztikai célú fejlesztése és első rangú feladata és prioritása volt minden egyes döntéshozónak. A szakmai rendezvényen több beruházást is bemutattak. A Büdi várom mellett a Beregsurányi és a Tarpai református templom helyreállításáról tartottak tájékoztatót.